A következő műsorszám megtekintése 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Feledd el a gondokat, nagyon kérlek, ne nyomogass tévézen a gombokat. Ne keressél más csatornát, kapcsolgattál eleget, láttál már sok realityt, bogárevő celebet. Ne bosszankodj a műsoron, ne bosszankodj a tévén, mikroszkópon saskabaré, csak nálunk az ATV-n. Felejtj minden ügyvédet és alkotmányjogát, feledd el, hogy az ukránok elzárták a gázt. Feledd el, hogy a városban mindent felkúrtak, és amit még lehetett, azt megint elkúrtak. Dőlj hátra a faros székben, feledd el a gombokat, nagyon kérlek, ne nyomogass tévéden a gombokat. Ne keressél más csatornát, kapcsolgattál eleget, láttál már sok realityt, bogáregő celebet. Ne bosszankodj a műsoron, ne bosszankodj a tévé, mikroszkópon saskabaré, csak nálunk az ATV. Kedves, drága, aranyos, jó közönség, és kedves ATV nézők, hát mindenkit szeretettel üdvözlök, nem az első műsorunk, ez a kabari, amit most adunk, ez egy hatos sorozat egyik része. Egy különbség van, itt most önök a sztárok. Mondhatnám úgy, hogy ön pontosabban maga a sztár. Ez a műsor címe is. Maga a sztár. Hát lassan már sztár köztársaság vagyunk, nézzék meg. Hát nem? Hát az a tudósok, sztárok, a futballisták, a politikusok, egyre kevésbé a színészek, de itt most önök lesznek a sztárok. Ha ebben a műsorban fölismernek egy-két olyan figurát, akit valóban sztárnak lehet nevezni, vagy olyat, mert egy kicsit kifigurázunk, vagy egy kicsit iróniát, akkor nagyon kérem őket is, ha hallják, vagy látják ezt a műsort, ne sértődjenek meg, ne viselkedjenek úgy, mint nálunk a politikusok. Ez az egy kérésem van. Önöknek egy dolguk van, dőljenek hátra! Dőlj hátra a karosszékben, feledd el a gondokat, nagyon kérlek, ne nyomogass tévében a gombokat, ne keressél más csatornát, kapcsolgattál eleget, láttál már sok realityt, bogárevő celebet, ne bosszankodj a műsorom, ne bosszankodj a tévé, mikroszkópon saskabaré, csak nálunk az ATV-n, mikroszkópon saskabaré, csak nálunk az ATV-n. Good evening, mondani magyar. Jó estet, ki van itt? Tessék. Cső csúmicsá! Üdvözöljük a Magyar Sztár Köztársaságban. Excuse me, nem érteni. Milyen köztársaságban? Magyar. No, mondani magyar után. Sztár köztársaság. Sztár köztársaság, nem érteni. No, mesélni neked history. Járni itt regen család Balaton, Magyarország lenni nep köztársaság. Jönni 90-es évek, Magyarország határon lenni kiírva köztársaság. Most te mondani lenni sztár köztársaság? Nem érteni. Hát miért? Nincs ebben semmi különös. Hát nem mondja, hogy maguknál nincsenek sztárok. Sztárok? Lenny sztár, David Beckham, Michael Jackson, Brad Pitt, a beautiful Julia Roberts. Lenny, rengeteg sztár nálunk. Nem lehetnek valami nagy sztárok, mert egyiket se ismerem. Tudja, kik az igazi sztárok? A Győzike! A Cincike! A Fekete Pákó! A Josi barát és Majka a király! No, király lenni Elvis Presley! Nem, nálunk Gáspár Laci a legnagyobb király! Mondani, mióta lenni nálad ez a sztár köztársaság? Az egész Zambó Jimmy nagyfejedelem uralkodása idején kezdődött, aztán második lakodalmas Lajos népfelkelését leverte a burzsuá közszolgálati televízió, majd a nagy októberi sztárforradalom után Majka papa vette át a hatalmat. No, excuse me! Lenni te is sztár? Viccelt. Kétszeres Balázs Pali díjas sztárhatárőr vagyok. Majka! Ott egy kamera! Yes. Ott egy kamera! Yes. Ez már egy igazi valóságsó ország. Most már maga
rengeteg rajongója van. Akarja, hogy a zsebébe tegyek egy kis kábítószert, és akkor maga lesz a sztárbűnöző. Jön a sztárrendőr, beviszi a dutyiba. Sztárügyvéd kihozza onnan. Sztárújságíró egy fantasztikus riportot készít. Egy másik sztárújságíró egy letehetetlen legényt, egy bestseller, amit mindenki elolvas. És nagyon messzire juthat, mert én addig játszom, amíg meg nem nyerem ezt a játékot, és be nem kerülök a Megasztár házba. Hát bocsánat, azt mondja, engem írnak. Halló, igen? Te... Hogy? Értettem. Na, történni mi? Nyerni meg játék, menni Megasztár ház? Frász, kiszavaztak! Kiszavaztak? Ó, te már nem is lenni Megasztár? Hát nem! De te nagy szarba vagy. Váj! Lejárt az útlevelet! Sztár az ügyvéd, sztár az orvos, sztár a nyomozó. És ha pozitívat pisil, sztár a sportoló. Sztár kiről a bulvárnapok mindent megtudnak. Sztár, akit a pornófilmben hátulról dugnak. Ritkán vannak sztár egyek. Mi kell ahhoz, hogy én mégis sztár legyek? Vigyázz, a sok jó tanácsnak felülhetsz. Címlapra csak balhéjárán kerülhetsz. Sztár lehet ki botrány kirás fiár is, aki racsol és az aki notár is. Ha nincs hangod, a hangmérnök baj csinál. Sztár a sportoló, sztár, kiről a kurvánapok mindent megtudja. Sztár, akit a pornófilmben hátulról gyújtnak. A villában nem mehetsz majd sokat szó. Sztár leszel, ha két hétig nem mosakszol. Nem tudod majd, ha rád virrad a reggel. Kivel hátál, leszbivel vagy meleggel. Leszel, ha kízol és ha fogyózol. Láthatják is, hogy te hogyan fogyózol. Sztár lehet a bankárból, a csatárból. Nehéz aranyat csinálni a sztárból. Sztár az ügyvéd, sztár az orvos, sztár a nyomozó. És ha pozitívat kísér, sztár a sportoló. Sztár kiről a mindent megtudnak. Sztár, akit a pornófilmben hátulról dugnak. Sztár, kiről a kurvárnapok mindent megtudnak. Sztár, akit a parlamentbe is mit csináltál? Hát, képzeld el, megismerkedtem egy csákóval. Hogy micsodával? Mondom, összejöttem egy csákóval. Vettél egy sapkát? Nem, jó. Hát hogy? Nagyika, a csákó az egy srác. Ja, persze. Hát ez olyan, mint a Republikban a cipő. Nem, olyosmi. De képzeld el, Nagyi, én összejöttem vele. Jaj, összejöttél. De vágám, én is elmesélem neked, amikor összejöttem a nagyapáddal. Jaj, de szép este volt. Egy társaságban voltunk, odajött hozzám, kezet csókolt, rám nézett, és azt mondta, jaj, de szép kék szeme van magának. Tényleg ezt mondta? Igen, ezt mondta. Barna a szemem, de már akkor színvak volt szegény. De képzeld el, ő oda jött hozzám, igen? És azt mondta nekem, jó a csöcsöt, kő Big Mac. Még egyszer, ha lennél kedves, hogy mi? Azt mondta, jó a csöcsöt, kő Big Mac. Hát azonnal felírom, hogy jó a csöcsöt, kő Big Mac. Tovább. És utána megkérdezte, hogy benyomunk egy giroszt, én igen mondtam, és elmentünk a Gogó Hami bódéhoz. Hova mentes, megkérdez? Ez egy kajáda a Blahánál. Hálátod, ezzel szemben a nagyapád engem elvitt a Gunderbe, vacsorázz, utána húzatta a cigány a reggelig, és énekeltünk, hogy haj másik Péter!
erre, haj Mási pár! Mi pont azt? Azt hitte én vagyok a Honti Hanna. Volt. De édes, utána belőltünk egy konfliktusba, végigmentünk a Stefánián, és adott 5 pengő borravalót a kocsisnak. Az én pasi meg 5 pofont a parkolóőrnek. Utána másnap elmentünk egy moziba, és megnéztük ezt a Casablancát, te, ez olyan gyönyörű film volt, amikor a szerelmesek mentek kéz a kézbe ott a betonon, és énekelték, haj Mási Péter, haj Mási, haj, te szép volt. Ám, a multiplexben voltunk, és láttuk a 8 kert. Érdekes. Én nem is tudtam, hogy a 8 kertben van a multiplex. Nem, Nagyik, a multiplexben van a 8 kert, de mindegy. Képzeld el, elővette a Nokiáját. Hát amikor megláttam, hogy milyen pici van neki, én eltátottam a számot. De megengedte, hogy megfogjam. Hát ilyen kicsi műtyűrrel én még az életben nem babráltam. Restaurátor is volt. Jaj, a Nemzeti Múzeumban. Igen, ott is tisztított ablakot. De most pénzügyi input-output menedzser. Pénzügyi impotens autós menedzser. Hát nagyon sok helyen dolgozik. Diszkokban, nightclubokban, fitness és wellness szalonokban, 3 kerületben is. Óriás, hát biztosítva van a jövőd, édesem. Igen, amíg le nem lövik. Hát mert tudod, csak éjjel megy dolgozni. Akkor szedi be a védelmi pénzt. Hát te sok védelmi pénz, hallottam, hogy éjjel szedik be a pénzt. Hát én még a büdös életet. Csumis csajok! Hello! Benyomunk egy más fideget, cséget, szrázunk egyet a extazi diszkóba. Jézus, hogy fog én ezzel az emberrel ezentől beszélgetni? Hogyan már nagy, könnyű a haker? Hát a nagyfater is tudja. Igen. Na próbáld meg! Jó a csöcsöd, Jenő, köpik meg! Ez a kicsi ország, ki van festve, ide jár most minden tőkés befektetni, lefektetni minden este. Hülye, aki elhiszi, hogy adósságú megveszi, vagy valaki. Hülye, aki elhiszi, hogy adósságú megveszi, vagy valaki. Hey Magyarország, hey Magyarország, ez a kicsi ország, ki van fosztva, kirabolt a török, német, orosz tatár, meg az olasz kozanostra. Itt lop a miniszter fia, meg az egész maffia, de meg van szokva. Lop a miniszter fia, meg az egész maffia, de meg van szokva. Hey! Parlamentben nincsen több pár, csak kettő. A többi apró, mint a lukas zsebkendő. Mély a gödör, az alját még nem látni, nem látni. Hogyan fogunk pajtás ebből kibászni, kibászni? Hát de mély a gödör, az alját még nem látni, nem látni. Hogyan fogunk pajtás ebből kibászni, kibászni? Egyre aranyosan, csókolom a szívem. Nagyon jól éreztem magam. Mulattam, énekeltem, boborosztam egy kicsit. Jaj, de jó. Egy kicsit meg is izzadtam. Jó, ez a vásár. Nagyszerű, ez az igazi vásár. Egy kis vásár fiát is vettem. No. Mém szívet. Most meg már megéheztem. No. Van egy nóta, meg én hülök elő. Ez egy picska. Azután meg paprikasszal. Eszek is, iszok is. És azután meggyűrülöm a szlába. Ha jól láttam, Bécsuka. De jó megy a Bicska. Megéheztem. Nem probléma. Nem. Megmondom, mit szeretnék enni most a néneim.
jó pár, igazi ropogós, bécsi virslit. Azt szeretnék. Bécsi virslit. Bécsi virslit. Az, ami tudja ropog, mustár. Bécsi virslit. Na nem áll. Nem áll. Bécsi virslit. Már mi nem áll? Nem hallottam, hogy mit mondott Orbán Viktor? Dehogy nem. A válság jön majd mind az orkán, de elfújja majd őt az orba. Ez mondta. Hallottam a saját szememben. Nem ezt mondta Orbán Viktor. Na, mit mondta? Azt mondotta Orbán Viktor. Hogy? Arra kérjük Magyarország minden tisztességes polgárát, ja, hogy amikor vásárolni megy a boltba, csak olyan árut vásároljon meg, melynek kódszáma 599-el kezdődik. A kónszáma? Nem kón, kódszáma. Mert ezek azok a termékek, melyek magyar földön készültek, tehát magyar munka van benne. Világos, ez mint az van arra. Egy mozgalom, melynek neve Védd a magyar, vedd a magyar. Szép mozgalom. Na. Hogy van ez? Védd a magyar, vedd a magyar. Védd a magyar, vedd a magyar, az anyád. Na most, drága jó uram, most gondolja már meg azt az ocsmány bécsi virslit. Nehogy már valami idegen szívű parizer figyel az a vacsorán. Mert mindent elárul a kód. Na majd én ezt elmagyarázom. Na jöjjön, elmondom még magának. Hogy van? Mindent elárul a kód. Mondja, fiam. Ugyebár azt mondották a véres kándári diktatúrában, hogy a Coca-Cola az amerikai imperializmus méteje. Valóban az! Az bizony. Coca-Cola ezt 54-es kóddal gyárt és forgalmazza idegen földön! Hol? Távoli Dunaharasztiba! Dunaharasztiba? Nem is tudtam azt, édes uram, hogy ezt is elcsatoltál Trianonnál a mocska. Na de vizsgáljuk meg a csokikat. Csokika. Sportszelet, tibiszelet, kihajja próbál. Na de a Milka! Mi van be? Fennakad a vizsgán. Az a lila? Az, nekem már régen gyanús volt ez a lila sváb, tehén. Az anyja jó isteni. Ráadásul Újpest drukke. Fúj! Fúj! Viszont uram, magyar, a Vitéz túró Rudi. És az Árpádházi doktor Ötker pudingpont! Nagyon helyes, nagyon, éljen, éljen! Maga uram, igen? Azt vásárol, amit akar, én mosom kezeimet. Na de mide mossunk? Mivel? Mide mossunk? Mivel? Nézzük meg a mosóporokat! Mondja! Flóra szetné legyen nagyon óvatos! Miért? Romániába gyártja az Unilever, nehogy már szőrös legyen tőle a talpa! Jaj, az már vigyázzuk! Inkább maradjunk koszosak! Jaj. Viszont ajánlom a Hipót! Melyet a Dabasi Chemical Kft. Gyárt. Viszont a Szilán öblítő, meg a Tami, osztrák! Ne tessék! Na mondd meg nekem, Bajtás! Igen. Kik hívták be a 49-es szabadságharc után az oroszokat? Hajnó! Az a rohadék! Dögöljön! Dögöljön! Ha már megdöglöd, de... Figyeljen rám, drága barátom, még nem... Hajnó! Úgy, ahogy mondja. Még nem vizsgáltuk meg a Magyarországon forgalmazott gumiógyszereket. Jaj, ne! Az itt forgalmazott gumiógyszerek valamennyie 50-es angol kóddal vannak ellen. Nagyon kicsi, ne haragudj! Angol kóddal. Csoda, fogy a magyar! Fogy a magyar, igen. Igaz, hazafiat nem használ, inkább szörényüli meg a lovat. Ugyan igaz? Ugyan igaz. Na, pajtás. Mozgalomnak a jelszava. Jelszava. Magyar cipőt, magyar ruhát, csak magyar terméket. Okay. Így szolgálod a hazádat és a magyar nép. Milyen igaz, hogy van ez? Magyar cipőt, magyar ruhát, csak magyar terméket. Így szolgálod a hazádat és a magyar nép. Magyar cipőt, magyar ruhát, csak magyar terméket. Így szolgálod a hazádat. Jó, de gyönyörű. Jó van, pajtás, megtanultad. Gyönyörű. Na, akkor most már csak azt szeretném megtudni, hogy mit? Mit akarsz vásárolni ettől? Hát én, ezek után. Na. Na. Semmit sem. Jól hallott? Jól hallott. Azt mondtad, hogy semmit. Semmit sem szeretném. Te, Pernahajder, te! Ja. Mi ez a zakó itt előtt? Mi ez a zakó? Ez egy Kleiderbauer. Idegen szívű Kleiderbauer, mi? Olcsó. Na, vedd le szépen, megyünk levenni. Kleiderbauer. Levele? Igen. Na, majd adok én neked. Hagyd nézem az inget meg. Az poliester. Poliester! Hogy gyártottál poliester? Na, gyerünk, levele! Lehet, levele! Gyerünk!
Nagyon ügyes vagy. Hadd kérdezzem meg. És a mellé? Az magyar speciál. Ez még apámtól örökölt. Szörme mellé, nadukrét. Nadrág. De gyerünk levelé. Kegyed vele! Hallani se akarom, gyerünk levelé. Meg ne látsam. Muszáj. Ennyi ember előtt. Magyar cipőt, magyar ruhát, gyerünk levelé. Gyerünk levelé. Úgy. Alakul a gyerek. Cipő. Cipő az milyen? Az olasz, az eredeti olasz cipő. Macska zabáló, gyerünk levelé. Hadd ide. Na ma alakul, jó van. Rendben vagyok. Hát nem egészen. Na mi baj van? Hadd lássuk, mi van ott. Na most már teljesen magyar vagyok. Békés Csabán születtem, csabai termék vagyok, ne haragudj már. Csabai kolbász, csabai tojás. Na gyerünk! Baj van. Taj van. Level! Azt mondtam, vedd le! Vedd le! Idegen szívű gatya, vedd le! Te! Ha én ezt leveszem! Itt olyan röhögés lesz! Ez már egy igazi kabaré lesz! Persze, ha anyaszült mesztelen állok itt a végén, az ma egy igazi mai magyar kabaré. Kedhetsz vágóval is, kinek az az érzése? Masokaknak gondot okoz egy 5000-es kérdése. Indulhatsz a kinyermába, ha ismersz sok operát. A lányok is vetélkednek, kibír ki több numerát. A Fidesz is vetélkedik, most a Gyurcsány Feridől. A Csurka meg hátul röhög, s azt mondja, hogy a Feribel. A Viktor meg a kispadról ma már egy gólt se lőbe, de a fejét azon törik, hogy jut majd a döntőbe. Kovas nemzet voltam a magyar Európa réve, nincs már lovunk, csak a lónak egy bizonyos része, de a magyar mindig eszes utódokat nemzet, így lettünk, mint világ híres vetélkedő nemzet. Ibolya is vetélkedik az egykori pártjával, Csisztu Zsuzsi vetélkedik az elhagyott párjával. Itt mindenki vetélkedik, megvívják a harcukat, képernyőről jól ismerjük hangjukat és arcukat. A vetélkedőben azért néha akad öröm is, már a sok vetélkedéssel tele van a tetőm is. Az egészben a felhajtás az, ami a legnagyobb, de remélem mi győzünk, majd nem pedig a szélső jobb. Lovas nemzet volt a magyar Európa réve, nincs már lovunk, csak a lónak egy bizonyos része, de a magyar mindig eszes utódokat nemzet, így lettünk, mint világhíres, így lettünk, mint világhíres vetélkedő nemzet. Ugyanis uraim, köszönöm szépen! Ezek szerint tetszett az előadás. Na most a kabaré egy gyönyörű műfaj. El lehet mondani tréfásan nagyon komoly dolgokat, de van egy hátulütője, napra késznek kell lenni a kabarénak. Na most a helyzet az, hogy itt a politikai helyzet naponta változik. Na most amikor ezt mi fölvesszük, akkor a régebbi számok is mennek, ami tegnap előtt még nem ugyanezek a nevek szerepeltek. Most például ma
hogy úgy mondjam, ugye még nincs eldöntve, hogy ki lesz a izé, meg ki lesz a... Szóval, hogy mondjam, vajudnak a hegyek, jó mondom? Vajudnak. Hát, hogy hegyek, azon lehetne vitatkozni, hogy a hegyek-e, vagy völgyek. A lényeg az, hogy aki eddig volt hegy, az elolvasott egy francia újságot, amelynek az a címe, hogy... Szóval mit olvasott? Elolvasta a Le Monde-ot. Hogy változik a világ? Tennem még franciáztam egy kanibál lányjal, ma meg már egyáltalán nem érdekel a szex. Engem érdekel, annyira érdekel, ha hazamegyek, csak bekukkantok mindig a hálószobába, aztán ha mama alszik, akkor se készülék elé, mert a srácok fölírnak nekem mindig ilyen jobbnál-jobb címeket, amit csak így be kell ütni, mi a nyúl ez, azt mondja. www.netszerető.hu. Bejött! Itt van. Ön a net szerető szolgáltatást választotta. Én leszek a szeretője. Nevem KX0200P, a továbbiakban Bözsi. Ha a Bözsi név nem tetszik önnek, választhat az Anna, Csilla, Jolán vagy Béla fedőnevek közül. Hajam színe barna, ha ez probléma, önnek kapcsolja be az átszínező programot. Ha ön már is megszeretett, nyomja meg az Entert, ha nem, vágjon ki a Ctrl-X-el. Ön nem vágott ki. Csókolom. Ha köszönni óhajt, nyomja meg a shiftjét, ha bunkó, nyomjon Entert. Ön köszönt, ha a koromra kíváncsi, nyomja meg a Ctrl-D-t. Anyéves, hogy csicsobobó. Ön a koromra kíváncsi, ön bunkó. Nyomja meg az Entert és szégyellje magát. Ha szégyeli magát, nyomjon még egy Entert. Lefeküdnél velem? Ön arra kíváncsi, hogy lefeküdnék-e önnel? Ha igen, nyomja meg az ötös gombot, ha nem, nyomjon Entert. Ha bizalmaskodni óhajt, indítsa újra a gépet. Ha azt szeretné, hogy egy kicsit kéressem magam, nyomja meg az ötös gombot. Ha azt szeretné, hogy felajánljam szolgálataimat, nyomja meg a Q közvetlen utána az R, V és a gombokat. A négyes gomb megnyomásával ezt rossz néven veszem, az ötös gomb megnyomásával elpirulok, a hatos gomb megnyomásával időt kérek, a hetes gomb megnyomásával ágyba ugrom önnel. Ön kétszer nyomta meg a hetes gombot, ha azért, mert mohó, nyomja meg a nyolcas gombot, ha azért, mert remeg a keze, nyomja meg a kilenceset. Nem remeges, cica baba, mohó vagyok. Ön a nyolcas gombot nyomta meg, ön mohó, ha akar róla beszélni, nyomja meg a nullás most gombot, sem akar beszélni, ha nem, nyomja meg az egyes gombot, ön nem nyomott gombot, a rendszer búcsú. Ha azt szeretné, hogy Brahms bölcső dalával búcsúzzak, nyomja meg a kettes gombot. Ha inkább a, mint a mókus fenn a fán, kezdetű dalt választja, nyomja meg a hármas gombot. Ön nem nyomott gombot, a rendszer egy véletlenszerűen kiválasztott dallal a Noma Noma Héjjel búcsúzik. Noma Noma Héj, Noma 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 Héj, Noma Noma Héj. Na, ön váratlanul megnyomta a hetes gombot. Ha véletlen volt, nyomja meg a nyolcas gombot. Ha direkt bosszant, ami akar, nyomja meg a kilenceset. Mikor lehet már dugni? Ön a kilences gombot nyomta meg. Ha azt szeretné, hogy a rendszer pipa legyen, nyomja meg a hetes gombot. Ha legyél pipa, most sem legyen meg. Mit ön bedugott egy hálózati csatlakozó. Ha ez célzás, nyomja meg a négyes gombot. A hálózati csatlakozó túl rövid volt. A rendszernek nem okozott örömet. Ha örömet akar okozni a rendszernek, írja be www.kukac és nyomja meg a hatos gombot. Ön a hatos gombot nyomta meg. A rendszernek is jó volt. Na hálózati. Mókus fenn a fán kezdetű dalt választottam. Rosszabb választottam mókusodat. A rendszer figyelmezteti, hogy ez a dal jogdíjas. Ha kreditkártyával kíván fizetni, nyomja meg a négyes gombot. Nem akarok én fizetni semmi. Nem köszönjük, bankszámlájáról leemeltük az összeget. Mókus fenn a fán, kompjúter, hogy vidám, hogy káron ki se fogy a Windows. Mint a mók, ön ismét benyomta a Q, R, V és A gombokat. Ha azt szeretné, hogy felajánljam szexuális szolgálataimat, nyomja meg a hetes gombot. Ön a hetes gombot nyomta meg, ha azt szeretné, hogy a rendszernek is jó legyen, nyomja meg a hatos gombot. Ön a hatos gombot nyomta meg, a rendszernek is jó volt. Köszönjük, hogy igénybe vette a net szerető szolgáltatást. A rendszer, mint a mókus fenn a fán, kezdeti dallal búcsúzni. Ha inkább a Noma Noma 7 szeretné hallgatni, ön össze-vissza nyomkodja a gombokat. A rendszer nem tudja értelmezni az információt.
információkat. Mi volt a jó neked, a hatos? Ön a hatos gombot nyomta meg, a rendszernek is jó volt. Ön a hatos gombot nyomta meg, a rendszernek is jó volt. Ön a hatos gombot nyomta meg, a rendszernek is jó volt. A rendszernek is, a rendszer, nekem már jó! Halló, Szent Anna! Itt a Szent Béla, kórház diszpécsere. Szervusz, Dezsőkém, szervusz, édesem. Tüdő van? Most adtad oda az utolsó? Máj, nincs raktáron. Dese? Nem tudsz adni. Dezső, Dezső, te nem gondolsz rám. Bezeg jó volt, hogy a múlt héten küldtem neked 7 méter vékony belet. Micsoda, pacal, ha viccelsz velem? Nem kifőzde, hanem közkórház. Dezsőkém édes, nincs véletlenül friss hasfalatok, a fiúk már be vannak mosakodva egy sérvműtéthez, igen? Mit tudom én, valami miniszter? Túl nagyot emelt? Az kitüremkedett neki. Igen. Dezsőkém, ha lesz friss hasfal, jelentkez, addig megpróbálják a fiúk visszanyomni. Úgyhogy mit adunk helyette? Van két depressziósunk, elfekvő készlet. Most szedték le őket a Szabadsághídról, tudod? Turul, nem előről, hát turul. Szervusz, Dezső, jelentkez. Jó napot kívánok! Kérem, szeretnék befeküdni? Ne legyen ennyire büszke! Elnézést, jelező, jelzőm! Háló, tessék, mi van, Jancikém? Nincs reggeli a betegeknek? Adjatok minden betegnek próba reggelit. Igen. Gipszkás halattat ellesznek vele déli. Szervusz, Dezsőkém. Mi a probléma? Be vagyok csípőbe, marhára fáj. Próbálja meg visszacsípni. Mi van? Egy pillanat, jelez a jelző. Halló, mi van? Nincs cukor az infúziós oldatba? Adjatok sós oldatot. Igen. Dehogy nincs só, tele van a raktár sóval, amivel télen felszórjuk a járdát. Igen, vigyetek fel 20 kilót. Igen. Hólapát nem kell, hülye, hát. Mi a gond, uram? Mondottam, be vagyok csípődve, iszonyatosan fáj. Na és maga ide akar befeküdni. Egye fene, ide figyelj, adja ide a személyigazolványát, újraoltási bizonyítvány, tajkártya, vonalkódos beutaló. Hopp, nincsen nekem vonalkódom. Nincs vonalkód? Anélkül nem tudom felvenni. Hát akkor most akkor... Na nássa, hogy kivel van dolga, kap tőlem ceruzát, vonalzót, papírt, húzzon magának vonalkódot. Édené, ne engem tapogasson szépen. Lemegyünk alfába. Jajta! Megfogja a ceruzát és dolgozik. Úgy nincs. Bátran. Szép egyenes vonalakat akarok látni. Elnézést. Halló, tessék. Te vagy az Dezsőként. Nem, de majom ugrál mellettem. Igen. Csókollak, Dezsőt. Van hasfal? Jaj, de jó, küldjétek. Jaj, nem nektek van, hanem Szent Jánosnak. Mindegy, nekünk az is jó. Csak akkor adnak, ha kapnak katétert. Várj, intézkedem. Már is hívom. Halló! Halló! Szent János? Ja, most beszéltem veletek. Igen, várj, kapcsolom. Ez jó, ez így megy egész nap. Halló! Szervusz, Gézukám! Szervusz! Kéne katéter? Igen. De csak akkora van értágító. Na várj, vagy intézkedem. Egy pillanat. Halló! Szent Margit? Maga az Margitka, csókolom a kezét. Katéter kéne. Igen. Te most adta oda az utolsót. Kinek? Szent Antalnak. Adott volna egy 20-as jobban járás. Várjon, Margitkám! Mit adunk érte? Hólapátok? Nem minden? Csókolom a kezét. Na, kész vagyok? Mi ez a hullámvonal? Szórakozik vele? Itt a másik az meg egy kottalap. Ne szórakozik. Figyeljen ide. Hol lesz az ágyam? Nekem? Ágy. Ilyen görbe ágyunk nincs arra. Ne szállj. Mikor fekhetek már be? Normális, maga itt akar befeküdni. Te viccel, itt a betegek ágyaznak, etetnek, mosdatnak, fürdetnek, operálnak. Összesen két ápolónk van. Az egyik súlyos beteg, a másik süket és béna, ráadásul süket béna. Ja. Megdöglök a fájdalomtól. Jobb lenne magán. Mármint oda-haza, ott le lehet húzni a WC-t és jó meleg van, igaz? Pillanat, jelez a jelzőm, álló, tessék, mit a... Professzor úr maga, az elnézést, igen? Ki tetszett bontani a beteget és nincs gumikesztyű, rögtön intézkedem, elnézést. Hát ez így megy egész nap. Halló, Jolánka néni! Rohanjon át a gyógyszertárba és vegyen a professzor úr kezére gumikesztyűt. Igen. Mi az, hogy hány párat, egy jobbosat, ez szórakozom. Viszhal. Mi a probléma? Én egy tapottat sem megyek, az már biztos. Ahogy elnézem, nem tud elfutni, az biztos. Egy pillanat. Halló, tessék. Maga az megint Jolánka, mi a probléma? Nincs gumikesztyű, mindegy. Menjen át a drogériába, vegyen a professzor úr kezére 5 kotont. Igen. Mindegy, hogy milyen színű, csak hozzon róla áfás számlát. Igen. Ne legyen rücskös vérriban! Thank you.
Mi a probléma? Hol lesz a szobám? Szobám, egy biztos. Így nem maradhat jön az urológus magának véget. Jöjjön, megbeszéljük ezt a szobát, ne féljen tőlem. Na, figyeljen ide. Drága barátom, helyrehozom a derekát egy pillanatra. Nagyon fog fájni. De jó. Szobát akarja megbeszélni velem. Na, figyelj ide, mi a maga foglalkozása? Igenis, ha nagy Isten vízvezeték szerelő, akkor megy a kettes belre, na, csöpögnek a csapok. A tetőfedő megy az intenzívre, mert az ázik be a legjobban. A villanyszerelő megy a nőgyógyászatra. Hetek óta sötétbe tapogat. Mi a foglalkozása? Én politikus vagyok. Politikus. De? Édes barátom, politikus. Miért nem ezzel kezdtem? Istenem, kap tőlem egy olyan szobától, nem csöpögnek a csapok, nem ázik be a plafon, és nincs áramkimaradás. Sőt, egész nap csendes pihenő van. Csendes pihenő? Hol van ez? A bonz szerembe, te rohadt! Patikában, miben segíthetek? Hát az igazság, hogy nagyon megy a hasam, és egy doboz antikakilin tablettát szeretném. Adhatom, mert miben? Nagyobb vízzel, nagyobb ossával? Remek, remek. Ajánlhatom az új Dr. Bubókölyök menüt. Ajándék széntablettával, 10 perc internettel. Szuper, kérem. Tehát egy megszéntabletta, nagy pohár víz. Adhatok esetleg görcsoldót mellé? Minek? Adjon, adjon! Megkóstolod az új kanalas görcsoldókat? Igen, meg. Milyen ízesítésben kéred? Magára víz. Van eper, málna, mogyoró, meg rumos dió. Legyen eper. De van csokis is. Akkor csokis. És akkor melyiket kérem? Minden, csak hozzá legyen már. Mindkettő. Legyen már mindkettő. Nagyobb dózisban adhatom? Jó nagyban. Megpatikánk akciója, ha a héten görcsoldót vásárolsz, mi 150 mg helyett 500 mg-ot adunk, amiből 350 mg ajándék, plusz egy intim befőtt, ami átsegít a nehéz napokon. Engem a nehéz másodperceken kéne most átsegíteni. Elviszed, vagy itt lesz fogyasztva? Itt, 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 nagyon gyorsan. Lesz egy nagy megszéntablettel, meg egy kis görcsoldom. Szuper sok kártyád van. Diarén van, kisasszony, de az iszonyatos. Pillanat. Húha, hú, ez meg kerül. Itt a víz, igen, itt a görcsoldó. Foglalj helyet, mindjárt kész a széntabletta is. Hé, maradok. Mennyi idő kerül? Körülbelül 3 perc. Ajánlhatok esetleg desszertet? Mit csináltam? Ha most desszertet rendez, választhatsz egyet az új vészhelyzet figurák közül. Ha beküldesz 3 Carter doktort, kapsz egy fél éves TV támogatást, vagy nyerhetsz egy kórház a város szélén DVD-t. Desszert egy forró almás kalmópirít, csokis nyugtató, és van egy újdonság is, a vén nélkül kiadható epres csokis potencia növelő. Katyám lesz csokis, mindjárt adjon már valamit gyorsan! 2 perc, addig válasz ajándékot a menühöz. Vannak ám plusz vajdizni figuráink, van albopirit, panadoli, kavintóni és ricinusi. Anyám! A Valeri anya figurát sajnos csak másik menühöz tudom adni, ha megfogyi, megvérnyomi és megdepressz. Megdög lesz hazon, ha nem az nekem valamit. Na, most már aranyérkenőcsöt is kérek. Az... Sajnos ez csak reggeli menüben tudod. Adjál reggeli menüvel. Igen, de reggeli menü 10 óra után nem szolgálunk fel. 3:45. Igen, de mire elkészül a széntabletta, 4:11 lesz. Ez úgy tudj 3 perc. Igen, de sajnos elfogyott a szén. Esetleg mehet bele a szén helyett bauxit? Nem mehet, a gatyámba megy bele, hozzon már. Jó, jó, meg a szélcsém. Elkészült a tabletta. Nem lehet, nem Énye, arról hadd én ebbe be. Húha, Sencsikit, azt hittem, hogy nem úszunk meg szárazon. Ez visszaadott. Számoljunk. Na, számogass. Volt egy hashajtó menü, tripla adag ricinussal. Hashajtó menü? Na, de hát én antikakilint kértem. Tjú, hát akkor ezt elrontottam. Mit csinált, kisasszony? Hívom a felnőket, tarrózni kell. Felesleges! Én már besztornóztam. Akkor szia! Szaladj be máskor is! Úgyhogy bízzanak továbbra is velem! És sztár vendégeimmel. Elvis Presley idén lenne 70 éves, következzék a nála 100 évvel idősebb Komár Laci! Érzem, hogy másfél óra kéne úr a mikrofonra rátalál. Elvis, azt nem. Éppen kapóra jöttem. Kapó egy kis falu, mindjárt oráng után. Elvis, azt nem. Éppen kapóra jöttem. Kapó egy kis falu, mindjárt oráng után.
után. Ha itt van Amerika, itt van Amerika, ha itt van Amerika, akkor ott mi van? Itt van Amerika, ha itt van Amerika, ha itt van Amerika, akkor ott mi van? Itt van Amerika, akkor mi van itt? Egyszer együtt indultam egy szépségversenyen, én nyertem. Következzék a reket hangú félisten, Horváth Charlie! Figyelj! A csomagom is nehéz, a derekam is szúr, az ujjamat becsípte, egy üvegajtó júj, potyognak a téglák, rám esett egy gyép. Szomorúan látom, a fejem zöld és kék, beütöttem az orrom, kibicsaklottam a kár, fordultam egyet és pofára estem, puklő rajtam, jaj de fáj. Nézd, nézd az ég felé, te is neki mész a fának, darabokba nézd az a vár, hol jársz? Darabokban ész haza, ha már. Következzék Korda György és Balázs Kári! Nagy éri Gyuri, nézz ide ki!
zoknizom este, a kettő közt megyek a sport egybe. Varázslat az, ha jól megy a póker, talán segít nekik a Harry Potter. Akik itt ülnek, és a képernyő előtt mától kezdve sztárnézők lettek. Gratulálok! Yeah.